A 38. Infant alternatív és új színházi formák nemzetközi fesztiválján a Szabadkai Kosztolányi Dezső Színház Urbán András rendezte Turbo Paradízó című előadást vitte el a fődíjat. Az idei rendezvény színvonala kiemelkedő volt. Mindenképpen nagyon örülünk ennek a díjnak, egyrészt azért, hogy a Turbo Paradízóról van szó, arról az előadásunkról, ami úgy nehezebben indult el fesztiválokra, valószínűleg épp a témája, illetve a módja miatt is, hogy kevesen tudták ezt bevállalni. Másrészt pedig az, hogy az Infant a hosszú idők óta a legsikeresebb Infant fesztivál, tehát mindenki a szakma, úgy az újvidékiek, tehát a legszínvonalasabb Infantnak tartják. És ez jó esélyezés, hogy ezen a fesztiválon mi tudtunk a legjobbak lenni. A Kosztolányi Dezső Színház idei évada jeles vendégszereplésektől és szakmai elismerésektől volt hangos. Urbán András a színház igazgatójának elmondása szerint a színház anyagi helyzete mégis bizonytalan. Nem azért próbáltunk jól és sikeresen és rengeteget dolgozni, hogy kevesebb legyen a támogatottságunk, hanem épp ellenkezőleg. Hát gondolom, hogy a minden épp eszű logika az diktálja, hogy az olyan dolgokba fektessen bele, még ha egy önkormányzat vagy városról is van szó, ami innovatív, fejlődőképes, bizonyos értelemben jövedelmező, tehát hogy valamilyen eredményeket mutat fel. Az alternatív kísérleti törekvéseket előnybe részesítő színház legközelebb a Szegedi Teálters Szabad Színházak nemzetközi találkozóján mutatkozik be két előadással.